Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni. Pedagógus nap alkalmából köszöntötték az elismerésre méltó életúttal és szakmai tudással rendelkező jubileumi diplomás, valamint nyugállományba vonuló pedagógusokat május 31-én Salgótarjánban. A változó idők mindig más-más szerepet vártak el a pedagógusoktól. Napjaink társadalmi igénye az alternatív, sokféle pedagógus szerep egyidejű létezése. Ahhoz, hogy mindez sikeresen megvalósuljon, szükség van egy jó kormányzati oktatáspolitikára és a mindenkori fenntartó támogatására, hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében a város polgármestere. A mai napon, amikor tisztelekhetünk a pedagógus hivatás és a legkiemelkedőbbek szakmai teljesítménye előtt, ehelyről szeretném köszönetemet kifejezni a salgótarjáni pedagógusok színvonalas munkájukért, amellyel városunk biztatóan formálódó jövőjét alapozzák meg. Az ünnepség első részében köszöntötték azokat a nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt vették át pedagógus diplomájukat. 19-en kaptak rubint, vas, gyémánt vagy arany díszoklevelet. 6 nyugállományba vonuló pedagógus kapta meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott szakmai elismerést, a pedagógus szolgálati emlékérmet. A Csiki Jolán és Csiki Mária alapítvány elismerését idén Dombi Sándorné, valamint Furik Zsuzsanna vehette át. A Slivka László alapítvány díját a 2017-2018-as tanévben Fekécs Zoltán kapta.